Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Melyik férfi az igazi? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Erina részére. Kedves Erina, üdvözöllek téged, ez a te felvételed. Van két férfi az életedben, az egyikkel van egy testi kapcsolat, a másik pedig visszatért a múltból. Többet nem szeretnék mondani a helyzetedről, mert ez titokban kell, hogy maradjon. Itt ezen az oldalon vannak a kártyák, ami azt a férfit illeti, akivel van ez a testi kapcsolat. És itt ezen az oldalon vannak a kártyák, ami a másik férfit illeti, tehát aki visszatért a múltadból. A te jelenlegi helyzetedet itt ez a király mutatja. Ez a király uralkodik a levegő eleme felett. És pontosan az, amire most szükséged van. Ez a könnyűség és a kommunikáció. Azon kívül a döntések. De mint látod, ez a király várakozik, nem sieti el a dolgokat. Ez azt mutatja neked, hogy várj a döntésekkel. Ami téged gyengít, ezt mutatja ez a hintó. Kell, hogy kezedbe vedd a dolgokat, de mutasd az irányt. Mert itt van egy ilyen húzavona, tegyem, ne tegyem, az egyik vagy a másik. Ez, ami téged most gyengít egy kicsit. És mi erősít, ezt mutatja itt a hold. A hold azt jelenti, te megkapod azt, amiről álmodozol, légy türelmes. Legyenek vágyaid, emlékeid, reményeid és álmaid. Az is lehet, hogy az egyik férfi megjelenik az álmaidban, és ez egy üzenet a lelkedtől. Most megtekintjük azt a férfit, akivel testi kapcsolat van, az ő jelenlegi helyzetét itt ez a szomorú fűzfa mutatja. Ő egy kicsit szomorú. Miért? Mert ő legyökerezett nálad, és szeretné, ha köztetek lenne egy komoly párkapcsolat. Erre utal a kettes szám. Te és ő. Az mutatja azt is, hogy ő hűséges hozzád. És mi az, ami őt gyengíti? Itt a spájzban vannak az egerek, és mindent felfalnak. Ha az egerek ezt megeszik, akkor nincs ott már semmi. Itt valami elveszítik. És ha nincs semmi, akkor hiányzik. Te hiányzol neki. És fél attól, hogy elveszít téged. És ezek a félelmek korlátozzák őt, erre utal a 9-es szám. És mit tud ő nyújtani neked? Az előnyöket is megnézzük. Ezt mutatja ez a fiatal fiú, aki itt döntéseket hoz, és hajlamos arra, hogy beszéljen a jövőről, vagy érzelmekről, vagy párkapcsolatról. Azon kívül ő kezébe veszi ezt a kardot, átteszi magát a félelmein, és harcol érted. Ha te őt választod, akkor mi a jövő? Itt a 8-as szám. Az egy húzavonát jelent. Tegyem, ne tegyem, bizonytalan. De mindegy, hogy melyik irányba fogsz te lépni, milyenek a te döntéseid, biztos lehetsz abban, hogy ő követ téged. Mert szeret téged, és nem akar elveszíteni.
Most megtekintjük azt a férfit, aki jelentkezett a múltból. Az ő jelenlegi helyzetét itt ez a kártya mutatja, az anyagi dolgokat és az értékeket is. Ő rájött arra, hogy te értékes vagy számára. Szeretne téged megajándékozni. Mi gyengíti őt? Ezt mutatja ez a medve, ez az erőre utal, de mivel ez az ő gyengessége, ő most fáradt, erőtlen, vagy bátortalan. És mi az, amit nyújtani tud, az előnyöket, ez a lovas férfi mutatja, tehát előre mennek az események, az lehet egy látogatás, vagy egy közös utazás, a kezében van ez a bot, tehát kezébe veszi a dolgokat, és mutatja a tűz elemét, a lelkesedést és a testi kapcsolatokat is, mert ezt is szeretné. Amennyiben te ezt a férfit választod a múltadból, mi a jövő, azt itt ez a kártya mutatja. Az ötös számnak több jelentése van. Ha megvan a négyes szám, az alap, akkor indíthattok egy új kezdetet közösen. Az ötös szám gyakran másokra utal, akik befolyásolják az eseményeket, beleszólnak a dolgokba. A képen egy tolvaj látható. Az jelentheti azt, ugyanúgy, mint a másik férfinél az egerek, ahol szintén elveszik valami, mint ahogy a tolvajnál is elveszik valami, hogy mindkettőnek vannak félelmei, mindkettő fél attól, hogy elveszít téged. Természetesen ezeket a félelmeket is jelentheti ez a kép, de mivel itt veszteségről van szó, én inkább úgy mondanám, ez a kapcsolat befejeződik. Vagy azért, mert te befejezed, vagy beléptek egy párkapcsolatba, és ő elhagy téged. Ez is egy veszteség. De visszatérve hozzád, mi a jövő? Itt a vidámság látható, szerencsét lesz a barátságok területén, a párkapcsolat területén. Én úgy mondanám, annál a férfinél van jövőd, lehetőséged, amelyikkel testi kapcsolat van, mert ő követ téged, és szeretne nálad legyökerezni. De a hármas szám még utal egy harmadik személyre, ami számodra örömet okoz, te meg fogsz még valakivel ismerkedni. Lehet, hogy lesz egy meghívás, egy összejövetel, és ott lesz az első találkozás. Én megkérdezném az ingát, melyik férfi az igazi? Az, amelyikkel testi kapcsolat van, akkor kimozdul az inga jobbra. Az a férfi, amelyik visszatért a múltból, akkor az inga kimozdul balra. Ha az inga megáll, akkor hagyd az eseményeket, mert te meg fogsz ismerkedni még valakivel. A kapcsolatod ahhoz a fiúhoz fűz, amelyikkel testi kapcsolat van, de a későbbiek folyamán megáll az inga, és utal egy harmadik személyre, te meg fogsz még valakivel ismerkedni. Kedves Erina, így tudtam a kérdésedet megválaszolni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!